Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében. Szól az idézet a magyar tudóstól, Hermann Ottótól, aki Magyarországon megalapozta a tudományos madárkutatást. Hazánkban minden év május 10-e a madarak és fák napja, a hagyomány pedig több mint 100 éves múltra tekint vissza. Előzménye a hasznos madarak védelme érdekében 1902-ben Párizsban megkötött Európai Madárvédelmi Egyezmény. Kernel István még abban az évben megszervezte az első madarak és fák napját szülővárosában, Kőszegen. A Föld napja testvérünnepének célja egy újabb alkalom a cselekvésre, természeti környezetünk megismerésére, megóvására, ami mindannyiunk közös feladata. A madár az egész világon az égi lélek, a fa pedig a termékenység, fejlődés, megújulás szimbóluma. Azonban ne csak ezen a napon gondoljunk a madarakra és a fákra. A fák zöldje megnyugtatja az embert és kiszakítja az egyébként is rohanó, stresszes mindennapokból. Látogassunk ki a természetbe, ha egy kis lelki feltöltődésre vágyunk. Tanulmányozzuk őket, gondoljunk rájuk, és legfőképpen vigyázzunk a madarakra, fákra, hiszen az ember napról napra befolyásolja sorsukat.